A naptárban számos olyan esemény van, amikor elesett hősöktől emlékezünk. Ilyen az első világháborút lezáró trianoni békeszerződésre való megemlékezés, a második világháború vagy a holokauszt áldozatai iránti főhajtás. Azonban egy olyan ünnep van Magyarországon, ami az elhunyt szeretteinké, ez pedig a Minden Szentek ünnepe és a Halottak napja. Dombovádon is megemlékeztek az első és második világégésben elesett hősökről. Megemlékezésünk a Halottak napja tiszteletére szólt. A két borzalmas világháborúban Dombovárnak majdnem 1200 hősi halottja volt. 1200 halott, 1200 család, hány ezer gyermek sírathatta testvérét, édesapját, rokonát a két háború következtében. Mindig arra kell, hogy intsen bennünket a világháború borzalma, hogy vigyázzunk nagyon a békére, hogy könnyen ne gyújtsunk tüzeket, veszélyes tüzeket ne gyújtsunk sosem, hogy vigyázzunk a békére, hogy ne kerüljön arra sor újra, hogy vésni kelljen újabb neveket a dombovári hősök szobrára. Mert hát ez következett be. Az első, a nagy háború után egy méltó emléket állítottak az akkori község lakói az elhunyt dombovári emberek számára. De hogy alig telik el 20 esztendő és egy újabb világégés következik, erre senki nem gondolt még annak idején. És a második világháborúban sokkal többen haltak meg Dombóvárról. De a második világháború utáni politikai rendszer nem engedte meg, hogy a háborúban elhunyt magyar katonákra emlékezhessünk. Csak a szovjet sírok kapták meg akkora megfelelő tiszteletet. A koszorúzás szervező egyesület elnöke azt mondja, a kommunizmus végéig nem sikerült méltó módon megemlékezni az elesettektől, azóta azonban szívós kutatómunkát végezve sikerült a hősök nyomára bukkanni és nevüket felvéshetni az emlékműre. A rendszerváltás után viszont a szabadság hangulatában azonnal elkezdte a Dombovári Városszépítő Egyesület összegyűjteni a neveket, mert még csak névsorunk sem volt, még csak neveket sem őrzött, semmiféle album, semmiféle emlékkönyv, amire vigyázhattunk volna, vagy amelyre emlékezhetnénk. Több évig tartó munkájában Szőke Sándorné, Marika néni vezetésével végeztük, szinte házról házra járva Dombóváron, keresve az elhunyt második világháborús hőseinket. És anyagi erőnk ismeretében nem mertünk vállalkozni egy újabb emlékhely kialakítására, így aztán úgymond helyet kaptunk az első világháborús emlékmű talapzatán, újabb márványtáblák felhelyezésével. Így aztán ezen a kis emlékoszlopon már majdnem 400 név simul egymáshoz, és a rendszerváltás óta minden esztendőben, ilyenkor halottak napja környékén is emlékezünk rájuk. Takács Istvánné maga is beszédet mondott a megemlékezésen, ahol azt emelte ki, hogy a két világháborúban hősi halált halt katonák közül rengetegen idegen földben vesztették életüket, és a családtagok nem is tudják hazaszállítani a holttestüket. Az elnöknek személyes története is van, az egyik felmenője halt hősi halált az első világháborúban. Van személyes történetem nekem is, mert az én nagyapám is itt van, neve itt van a dombovári hősök között. Úgy halt meg 23 éves korában, hogy a házasságát követően nem sokkal került ki a keleti oroszországi frontra, és akkor még nem tudta, hogy kis feleségét, ifjú feleségét, a szépséges Máriát áldott állapotban hagyta itt. És amikor ő 15-ben tavaszán elhunyt, akkor már megszületett idehaza a gyermeke, de nem tudott róla. Édesanyám úgy született, hogy nem volt édesapja. Az én életemet is rendkívül befolyásolta. Az, hogy édesanyámnak
a gyermeknek, édesanyámnak soha nem lehetett boldog pillanata, perce. Egy özvegynek, egy árvának mosolyogni, nevetni, boldognak lenni. Sem fiatal korában, sem később nem lehetett. Nekik mindig a szomorúság, a bánat jutott. Talán édesanyám is csak az unokáiba tudott majd, tudott később feloldódni. A maga kis életében soha nem éppen ez a nagyon mély gyökerű bánat, szomorúság nem hagyta. Egész életében elkísérte. Nagyon sokáig élt, szerencsére 94 éves koráig. Szoktuk mondani, hogy 23 éves édesapja helyett is élte az életét. Az égiek segítették. Az első és második világháborúban több mint 1200 dombovádi lakos hunyt el, közülük csak 396 katonának található a neve az emlékművön.